a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos, a pécsi Gandhi gimnázium igazgatója és több a cigány kultúrában jártas szakember részvételével zajlott a nemzetiségi oktatást támogató tananyagok bemutatása. Egy hiánypótló évtizedes probléma megoldása indult el ezzel az összefogással, mondta az eseményen Sztojka Attila. A kormánybiztos kiemelte, hogy 2012 óta a kormány segítségével a tantervbe is beépült a roma kultúra és nyelv oktatása, ehhez pedig megfelelő minőségi oktatóanyagokat kell készíteni. A NEROK az egy olyan csapatnak a segítségével készített elő ott olyan tananyagfejlesztési dokumentumot vagy tananyagot, amely segítheti a nemzetiségi oktatást, kezdve a meséknek a bemutatásával, egészen az érettségi, a nyelvi érettségi megszerzését szolgáló különböző tesztanyagoknak az előállítása. A szerzők között általános, középiskolai és egyetemi tanárok is vannak. Az általuk készített könyvek segítségével az 1-től a 8. osztályig népismeretet és nyelvet oktatnak, míg a középiskolásokat az érettségére készíthetik fel. A kiadványokhoz hanganyag is tartozik, maga a kerettanterv pedig a Gandhi gimnázium közreműködésével készült el. Az intézmény már eddig is komoly lépéseket tett annak érdekében, hogy a térségben megteremtődjön a cigány értelmiség, hangsúlyozta Sztojka Attila. De van egy nagyon fontos vállalása is, ez pedig az, hogy az országban különböző intézmények által végzett nemzetiségi oktatásnak is adjon egyfajta módszertani segítséget. És ez a fajta módszertani segítség indult el, és a mai napon egy fordulópont, amikor is már kézzelfoghatóvá tesszük ezeket a tananyagokat, vagy tankönyveket. A későbbiekben egy nyelvvizsgaközpontot is szeretnének kialakítani a Gandhi gimnáziumhoz kötődően. Napjainkban egyébként mintegy 14-15 ezer gyermek részesül roma nemzetiségi oktatásban, zömében általános iskolákban. Mivel jelenleg nagyon kevés tananyag áll rendelkezésre, ezért még sok feladat vár a szakemberekre. Többek között a beás nyelv tanítása is cél, ami a 90-es évekig szóbeli változatban létezett, manapság pedig már csak a dél-dunántúli idősebb romák beszélik.